Megnyitották a 19. századi piacot a Gyöngyös Város napján. Középkori gyermeknapot szerveztek Lőrinciben. Idén harmadik alkalommal szerveztek Eperfesztivált Heves Alatkán. Köszöntöm Önöket, Országtóth Szilvia vagyok a HOTV híreivel. Vasárnap ünnepelte Gyöngyös várossá válásának 683. születésnapját, ahol átadták a díszpolgári címmel járó Prosivitate díjakat is. Gyöngyös város barátainak köre idén 9. alkalommal rendezte meg a városi születésnaphoz kapcsolódva a 19. századi piacot, ami idén egybeesett a gyermeknappal is. Egy időutazáson vehettek részt azok, akik kilátogattak vasárnap a főtérre, idén ugyanis több mint 300-an öltötték magukra a város születésnapja alkalmából az előző század viseletét. Gyöngyös város barátainak köre idén 9. alkalommal rendezte meg a népszerű piacot, aminek idén Atkár volt a díszvendége. A falu a múlt és a jelenlegi értékeivel és hagyományaival mutatkozott be. A produkciók során felléptek az óvodások, felléptek az iskolások. Az iskolások nem csak néptánccal, hanem társastánccal is. Az óvodások pünkösdőltek, az iskolának ezen kívül még volt egy kis mesejátéka, és természetesen felléptek a hagyományőrzők Atkáról. Ami pedig a standokat illeti, ahogy itt, ahol most is állunk, gyakorlatilag ez Szegedi József népi fafaragó standja, ő Atkáron él, Atkáron dolgozik, nagyon büszkék vagyunk rá. Természetesen van standja az óvodának, akik népi játékokkal készültek, az iskolának, ahol az alkotó tábor, illetve a közösség, aki alkotásokkal foglalkozik, hozták a saját kézműves termékeiket, most iskolai kézműves C néven történtek ezek. Ezen a napon adták át a Prosivitate díjat, vagyis a Gyöngyösváros díszpolgára címet is, ami a Gyöngyösváros által alapított legrangosabb elismerés. 1994-ben alapította az akkori testület a díszpolgári címét, a Prosivitate kitüntetést. Azon gyöngyösi állampolgárok, gyöngyösön született vagy gyöngyösre költözött, az összes tudományákban, művészetekben, sportban, munkahelyteremtésben, környezetvédelemben, tehát az élet minden területén, aki maradandót alkotott, olyat, amelyre méltán büszke lehet a város és az ország, aki öregbített egy Gyöngyösváros hírnevét, azok kerülhetnek egyáltalán szóba. Gyöngyösváros lakosai, civil szervezetek javasolnak, és a testület dönt minden évben. A főszabály az, hogy két egyéni kitüntetést adunk ki, plusz ha van posztumusz kitüntetés, mint volt idén is és elmúlt évben, és akkor még egy harmadik egyéni kitüntetés is jöhet, és egy csoport kaphat, egy közösség is kaphat minden évben. Csoport kategóriában idén a Prosivitate díjat a Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség kapta meg. Ezen kívül díszpolgári címben részesült még Deák Ferenc, a Gyöngyösi Veterán Repülő Szervezet alapító elnöke, dr. Lukács Tóth Gyula, a Bugát Pál Kórház patológiai osztály vezetőfőorvosa, valamint Kecskés Péter gyöngyösi tanár Szőlész Borász posztumusz kapta az elismerést. Idén a forgatag egybeesett a gyermeknappal is, így a legkisebbeket is számos játék és program várta a gyermekudvarban. Az érett középkorban létesült idén 750 éves Lőrinci ezúttal különleges meglepetéssel készült gyermeknap alkalmából. A helybéli gyermekeknek a középkor hangulatát idézték fel a korabeli népi játszóházzal, lovagi tornával, tánccal, kézművességgel és a solymok jelentőségének bemutatásával. Egy kisebb időutazáson vehettek részt a gyermekek a 750 éves Lőrinciben, a Városi Könyvtár parkjába szervezett középkori gyermeknapon. Olyan programokon vehettek részt, amik egykor mindennaposnak számítottak, mint például az is, hogy az apróságot is megtanították lovagolni. Volt, aki inkább a kézügyességet igénylő fazekas mesterség rejtelmeibe kóstolt bele, és volt, aki bőrből készített magának kulcstartót vagy malmozott, esetleg más korabeli fából készült ügyességi játékot próbált ki.
A középkor szinte elképzelhetetlen vár nélkül, így a gyermekek papírdobozokból építettek maguknak egy várat, amit ki is dekoráltak. A vár úrnője és ura is kivonult a mulatság helyszínére, ahol megtekintették a lovagi tornát és az ördögök útja körtáncot is, amit a Pitypang Egyesület táncosa Nagy Boton tanított be a táncoslábúaknak. A már hagyományosnak mondható gyermeknap igazán újszerűnek sikerült a polgármester szerint. Most egy kicsit mást akartunk, hisz minden évben ugyanazt a gyerekek előbb-utóbb megunják, ezért próbáltunk valami újat hozni ide Lőrincibe. Majd a nap végén meglátjuk a gyerekeknek, hogy tetszett. Én bízom benne, hogy sok érdekes játék van. Sok olyan, ami az elmúlt időszakra, a régi korszakra jellemző dolgok, amiből a gyerekek tanulhatnak és élvezhetik ezeket a játékokat. Úgy tűnt, hogy a gyerkőcök hatalmas mozgásigényét és kíváncsiságát sikerült kielégíteni a változatos és számukra újszerű középkori játékok segítségével. A lurkók lépkedhettek gólyalában, sőt azt is megtudhatták, hogy nem is olyan könnyű a csapatmunka, avagy egyszerre lépni egy óriási sítalpal. Az ifjoncok mindenre kíváncsiak voltak, megkóstolták a pallóc krumplilángost és a laskát, hogy erővel felvértezve kipróbálják, hogyan tudnak pontosan a célba találni nyilaikkal. De közben sokan a kis állat simogatónál is sorban álltak, hogy a nyuszit, a szúró sünit és a harapós vadászgörényt jobban szemügyre vegyék. De a legtöbben a sólymász bemutatóját várták, aki a gyermekeknek elmondta, nem cirkuszi mutatványosságnak számított a középkorban, illetve előtte a sólyom, hanem vadászni is lehetett vele például olyan esetekben, amikor nem tudtak nyilazni. Mátyás a betanított északi sólyom például nagyon szépen visszafogta a ragadozó madár ösztöneit, amikor fejéről levették a sapkát, s egyből kiszúrta magának a víztorony tetején lévő gólyát. Szelidített tanult madár lévén a sólyom, illetve Nyik, a Harris héja és Szandokán a macskabagoly inkább a biztos táplálékra megy már, amit a sólymásztól kapnak. Harmadik alkalommal rendezett az önkormányzat az alatkai városrészen Eperfesztivált. Már a tavalyi rendezvény is nagy népszerűségnek örvendett a városrész lakói és a hevesiek körében. Idén minden eddigit felülmúlt, több ezer ember volt kíváncsi a finom ételek mellett a sztár fellépőkre és az élő koncertekre. Ennyien még nem voltak a hevesi Eperfesztiválon, mint idén, már kora délután megtelt az alatkai iskola udvara, ahol a megnyitó után Makó Nándor alpolgármester hirdette ki 5 kategóriában a futóverseny díjazottjait. Ezután elindult a főzőverseny, amire idén több mint 30 csapat nevezett. A pörkölt kategória győztes csapata hozta el a külön díjat is, ami egy lemezkályha volt. Most ünneplem a születésnapom, családi baráti társaság, szarvaspörköltet főztünk áfonyalekvárral és almás burgonya krokettal. Ezzel hál' Istennek első helyezést értünk el. Külön díjat is kaptam az almás krokettra, úgyhogy igazából minden sikerült. A finom ételek mellett a legízletesebb hevesi párlatokat is várták a szervezők. A zsűri úgy ítélte meg, hogy a bírsalma lett a befutóm. Azt kell tudni róla, hogy ez egy kisüsti eljárással lett lefőzetve, egy pici almával keverve, de semmi extra, semmi olyan forti nem volt, amit nem lehet tudni. Úgyhogy ezt tudom róla elmondani, nagyon örülök neki, vártam a sikert, bíztam benne, és örülök, hogy a zsűri így ítélte meg. Természetesen a fesztivál legnagyobb sztárja az Eper is nagy sikernek örvendett ezen a napon, és nem csupán kóstolni, de vásárolni is lehetett az alatkán termett gyümölcsből. A névadó Eperhez köthető fesztivállal a szervezők egy olyan közösségi rendezvényt szerettek volna megvalósítani, amely egy kis kulináris pezsgést visz az alatkaiak életébe. Ez most a harmadik heves alatkai Eperfesztivál. 3 évvel ezelőtt Lányi József a alatka képviselője vetette fel ezt az ötletet, hogy itt Alatkán is kellene szerveznünk egy nagyszabású rendezvényt, és hát ugye mi jöhetett szóba,
horgásztavak vannak, lovas turizmus, illetve hát ugye eper. Itt a fóliákban, amit esetleg mögöttünk is látnak, nagyon sok eper van, és akkor így lett az Eper Fesztivál, május utolsó szombatja, úgyhogy ez most már a harmadik, úgyhogy innentől kezdve azt gondolom, ez már szinte hagyomány, innentől minden évben meg fogjuk rendezni. A szervezők a legkisebbekről sem feledkeztek meg, igazi gyermeknapi programok, kreatív kézműves foglalkozások, óriás csúszda, ugrálóvár, népi fajátékok és arcfestés várta a gyerekeket. A nap folyamán pedig táncos és zenei produkciók váltották egymást. A Balkán Fanatik zenekar már sokszor járt Hevesen, és mindig nagy örömmel hozzák el zenéjüket az itteni közönségnek. Mi többnyire magyar, illetve kárpát-medencei magyarajkú népzené feldolgozásokkal foglalkozunk. Tehát többnyire azért mégiscsak ezek mind úgymond magyar népdalok, amik aztán beleolvadtak, akár ebben az egész perifériában, ebben a balkáni perifériában. Tehát vannak olyan fúvós, mint ahogy Magyarországon is azért sokféle kisebbség él ebbe az országba, és mi ennek a kisebbségnek, meg a többségnek próbálunk mulattatni. Nem vagyunk mi mulatos zenekar, mi csak mulattatjuk a közönséget. Tehát olyan dalokat próbálunk keresni, ahol nem csak a bánat, meg a bú, meg egyebek, hanem a vidámság, maga a családi hangulat, a vursli, a jó érzés, a kolbász, a sör, a pálinka. A nap az élő koncertekkel zárult, amire idén is több ezren voltak kíváncsiak az alatkai városrészen. További állami támogatásban részesülhetnek a meddőpárok, kibővül ugyanis a Lombik program finanszírozási kerete. Ezzel újabb segítséget kapnak azok a párok, akik valamilyen meddőségi problémával küzdenek, és emiatt természetes módon nincsen gyermekük. A kormány határozat célja, hogy a Lombik programhoz való hozzáférésnek ne legyen anyagi akadálya, ezért a rendszer átalakításával olyan támogatást adnának a szükséges gyógyszeres kezeléseknél, amivel könnyíthetnek a családok terhein. Jelentős, mintegy 63 milliárd forint értékű fejlesztés zajlik a környezet és természetvédelemben Magyarországon a 2014-2020 közötti időszakban, mondta el a földművelésügyi miniszter. A kereskedelmi szálláshelyek forgalma is dinamikus növekedés mutatott 2010 és 2016 között, a vendéglétszám Heves megyében megduplázódott. Fazekas Sándor hozzátette, ebben szerepen van egyebek mellett a termálturizmusnak és a tiszatavi fejlesztéseknek is. Köszönöm figyelmüket, híreinket keressék bővebben a 60online.hu portálon. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra! Kedden napos időre számíthatunk csapadék nélkül, 28 fok köré melegszik a levegő. Szerdán elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön csak elszórtan fordulnak elő záporok, néhol megerősödik az északnyugati szél, 21-28 fok várható délután.